13. fejezet. Még ha képes is vagyok emberek vagy akár angyalok nyelvén beszélni, de isteni szeretet nincs bennem, olyan leszek, mint egy zajos cintányér, vagy egy zörgő cimbalom. Ha megkaptam a prófétálás ajándékát, ha ismerek minden titkos igazságot, ha minden tudás a birtokomban is van, ha olyan erős a hitem, hogy hegyeket is elmozdítok vele, de nincs bennem isteni szeretet, semmi vagyok. Ha minden vagyonomat elosztom, ha a testemet feláldozom, hogy tűzben égjen el, de isteni szeretet nincs bennem, semmit nem érek el vele. Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik gorombán, nem a maga hasznát keresi, nem lesz indulatos, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. Az isteni szeretet mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart. Ez a szeretet soha nem fogy el. Elmúlik a prófétálás, elmúlik a nyelveken szólás, elmúlik minden tudás, mert töredékesek az ismereteink és a prófétálásunk is. Amikor azonban eljön a teljesség, a töredékes feleslegessé válik. Amikor gyermek voltam, úgy beszéltem és úgy gondolkodtam, mint gyermek. Mikor azonban felnőttem, elhagytam a gyerekes dolgokat. Mi is hasonlóképpen vagyunk. Most csak úgy látjuk a valóságot, mint egy homályos tükörben szemlélnénk. De mikor eljön a teljesség, mindent szemtől szembe és világosan fogunk látni. Most minden csak töredékesen ismerek. De akkor olyan tökéletesen fogok ismerni és érteni mindent, ahogyan maga Isten ismer engem. Ez a három azonban mindig megmarad. A hit, a remény és a szeretet. Ezek közül azonban az isteni szeretet a legnagyobb.